Jó néhány forduló van még hátra a megyei bajnokságok U16-os korosztályának pontvadászatából, de már bajnoki címnek örülhet a Török Szent Miklós FC U16-os csapata. Hát minek köszönhető ez a korai győzelem, ez a korai bajnoki cím? Hát igen, először is köszönjük szépen mindenkinek, aki támogatta a csapatot, főként az egyesületnek, akik úgy gondolom, hogy minden körülményt megteremtettek nekünk, és úgy gondolom, hogy minden innen kezdődött igazából. A csapat átérezte minden egyes mérkőzésnek a súlyát. Igen, még van hátra 3 forduló, és már matematikailag is bajnokcsapat vagyunk. Én ezt óriási dolognak tartom. Utoljára 2010-ben volt az ifi bajnok, a serdlő bajnok meg 2003-ban voltunk utoljára, úgyhogy én óriási dolognak tartom. Igen, kimagaslottunk a mezőnyből, de ez mind a gyerekek érdeme, szívből gratulálok nekik. Hogy látod, mi ennek a csapatnak az erőssége, mi az, ami előre vitte és hozta ezt a bajnoki címet? Úgy gondolom, hogy a csapatnak az volt a legnagyobb erőség, hogy tényleg igazi csapatként küzdöttünk minden egyes meccsen, mindenki tisztelte a másikat. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos dolog, főleg ilyenkor megtanuljak egymást tisztelni, hogy az elsőtől a 17. játékos, mindenki egyenrangú, mindenki megkapta a lehetőséget a bizonyításra. Külön ki szeretném emelni azt, hogy a 2005-ös korosztályból folyamatosan két-három ember stabil kezdő volt ebbe az U16-os bajnokságban. Mi ma a Szajvat sikerült hát nagy gólarányjal megverni, ez a mérkőzés mutatja az egész éves teljesítményt. Gyakorlatilag nullára hoztátok a meccset, végig színvonalas játékot, végig odaadóan játszottak a srácok. Nekünk ez egy kélezett meccs volt, mert egyetlen egy vereségünk van ebbe a bajnokságba, pont Szajóba kaptunk ki. Sajnálatos módon ott minden összejött, eltiltott is volt, sajnos a kapusunkat kiállították, körülbelül 6 darab 2005-ös születésű játékos volt akkori csapatban. Szerettünk volna revansot venni, és tényleg tükrözi az egész évi teljesítményünket ez a nullára lehozott mérkőzés, és hogy ilyen gólarányon nyertünk.